Amikor az ember munkagépet tesztel, mindig egy kicsit bajban van, hiszen egy ekkora ormótlan döggel közlekedni már önmagában jó pofa, viszont sosem tudjuk rendesen kipróbálni, hiszen nem vagyunk árufuvarozók. Máig. Viszont most úgy döntöttünk, hogy beállunk egy napra a GRX Retro Outlethez, hogy hűtőket, tévéket, meg mi egyebet szórjunk ki szerte a városban. Ez eddig nem tűnik akkora truvájnak, viszont ez egy e-tranzit. Ami nem azért van, mert Merényi Dániel rajzolta, hanem azért, mert hogy elektromos. Van nagyjából 220-30 km hatótávunk, és ebbe bele kell tolnunk egy ilyen lájtosabb kiszállítást. Kis haszongépjárműveknél máshogy telik az idő, ugyanis ez itt most a V363 belső kódú tranzit, ezt 2014-ben mutatták be, és 2019-ben kapott egy kisebb ráncfelvarrást, viszont a műszaki alapok azok egészen 2000-ig nyúlnak vissza. Ezeket az autókat nem úgy szokták megújítani, mint az utcai autókat, hogy mondjuk 7 évente érkezik egy teljesen új vagy nagyon gyökeresen áttervezett változat, hanem ahogy változnak a vásárlói igények meg a környezetvédelmi normák, inkább mindig csak hozzá frissítik, hozzá alakítják az új elvárásokhoz. Ez is egy ilyen hozzáalakítás, hiszen szükség lett elektromos tranzitra, úgyhogy fogták a hosszmotoros változatot, ugye ebből létezett keresztmotoros alacsony padlós és hosszmotoros akár összkerékhajtású változat is, kiszorták belőle a belső égésű hajtáslánc elemeit, a motort, váltót, kipufogó rendszert, a jó nagy üzemanyagtankot, és beépítették alá a Ford Mustang Mach-E kisebbik akkumulátorcsomagját, ez 68 kWh hasznos kapacitással bír, ennyit tudunk kihasználni, és nagyon érdekes, hogy ez nem merev hidas, hanem kapott egy rendes bölcsőt és független hátsó futóművet, mert ugye be kellett építeni bele egy 180 lóerős villanymotort is, tehát hátsókerékhajtásúak vagyunk továbbra is, és van, hát az ígéret szerint akár 300 km-es hatótávunk, de én most ilyen nagyon óvatos közlekedéssel, terheletlenül, üres bódéval járok, és így ilyen 28-30 kWh környéki fogyasztás jön ki, ami inkább az a 220-230 km-re lehet elég, de ezt nyilván ma ki fogjuk próbálni. Már nem gondoltad, hogy egyedül raktam be. Na, azt tudni kell, hogy nyilván nem egész nap fogunk futárkodni, mert az aksi eléggé limitál minket, és ezeket a cuccokat meg ki kell vinni, mert van, aki ugye azért marad otthon, hogy át tudja őket venni, tehát ilyen szinten nem kockáztatunk, úgyhogy mindössze 3 tételt viszünk ki, 2 hűtőt, meg 1 mikrót, ugye? Igen. Viszont mekkora a táv, amit meg kell tennünk? Hát olyan 120 km körülbelül. 120-130. Ki kell menni fótra is. 120-130 km. Itt van a céges telefon rajta a vézzel, és itt vannak a címeink, valamint az elérési adataink. Lősz egy navigációt? Menj jó az-e. Szúrjad neki. Várjál, nem kötöttem be magam, hát itt bármi történhet. Ne vicceljél már. Igen, azért ez egy veszélyes útszakasz. Hallottam olyanról, hogy valaki egyszer elment a fűre és megverték. Hoppá! Ember, tedd le telefon! De jó, hogy vettük kamerával, majdnem elénk sétált emberünk telefonnal. Az e-transitnál nincs hatótávpara, ugyanis hogyha lemerül, akkor itt van egy-egy ajzat, bedugjuk, azt feltölti magát. Viccet félretéve, ezt az autót arra találták ki, hogy valóban dolgozzanak vele. Tehát, hogy kimegyünk az építési területre, kivisszük a gépeket, és utána rá tudjuk csatlakoztatni. Ez itt váltóáram 230 volt, 10 amper, 2,3 kW a max, és ebből van 2, tehát hogyha az ember tényleg előkap mondjuk egy combosabb sarokcsiszolót, a vidék Jedi kardját, akkor azt is egész jól el tudja működtetni vele. Nyilván ilyenkor figyelni kell bent a kijelzőn, hogy éppen mennyi áramot ad ki, hogy nem erítsük le az autót, mert aztán addig flexelgetünk, amíg nem megyünk haza. Valaki már szállított ebben kerékpárt, vajon ki lehetett az? Na de okkal vagyok szemüvegben, ugyanis ezek a LED fények rohadt erősek. Én, hogyha enyém lenne az autó, biztos, hogy berendelném AliExpressről a színváltósokat, és akkor lehetne ilyen budoárvöröset csinálni, meg pornópirosat. A lényeg viszont nem ez, hanem hogy tele van rögzítőfülekkel, hogy kedvünkre rögzíthessünk,
ugye a már emlegetett csatlakozók, és van egy elektromos mozgatású oldrajtó a könnyed hozzáférhetőség jegyében, masszív kapaszkodók, le van burkolva jó ellenáróra az ajzat, és itt is van oldalt egy ilyen támasztó betét, hogyha ilyen magasabb dolgokat szállítunk, akkor azok ne a pőre lemeznek csapódjanak. Azt tudni kell, hogy én nagyjából tényleg annyira tudok tájékozódni, mint egy marék döglött löpke. Semmire, ezért jó, hogy egyfelől van navigátorom, különben a hűtők valahol Vlagyivosztok környékén kötnének ki. Másfelől mégiscsak jobb ketten szívni. 29 kWh környéki fogyasztása nálunk, az akkumulátor nagyjából így 90% fölötti töltöttségen van, nem látom, mert furamód egy analóg műszer jelzi, de a lényeg, hogy van 199 km-nyi ígért hatótávunk erre a 120 km-es körre, viszont azért nincs olyan nagyon meleg, simán benne van, hogy eltévedünk, hiszen rólunk van szó, de elméletileg le kell valahogy hoznunk a napot. Ami nagyon érdekes, hogy ebben az autóban van egy limiter valószínűsíthetően, hiszen közel sem megy úgy, ahogy egy 180 lóerős villanyautónak mennie kéne. Tulajdonképpen semennyire nem megy, és nagyon érdekes, hogy van előttem egy műszer, ami az energiakihasználtságot mutatja, és nem nagyon tudom 70% fölé tolni a mutatót, aminek hátránya, hogy nem nagyon tudunk racsészgatni békésen, ellenben valószínűleg az akkumulátort, a hajtásláncot és minden egyebet nagyon kímél. Ez itt a hátam mögött egy L4H3 kódú változat, ami azt jelenti, hogy nagyon magas és nagyon hosszú. A pontos méreteket így a raktérről és magáról a járműről Roland majd ide mindjárt kiírja, mert sok van. A lényeg az, hogy egy dologra kíváncsi mindenki, hogy mennyivel lett nehezebb. Na most kiviteltől függően az e-transit vagy e-transit az 2,5 tonna, valamint 2,7 tonna között mozog üresen, azaz kiviteltől függően nagyjából 2-300 kilóval lett nehezebb, mint a dízel változatok. A terhelhetőség szintén kivételtől függően 800 és 1600 kg között van, értelemszerűen az 1,6 tonnával megpakolható változat már egy kicsit szétfeszíti a B-kategóriás jogosítványnak a kategóriáját. Nem nagyon látunk hátra, ezért tök jó, hogy van keresztforgalomfigyelésünk, de ami a legeslegjobb, hogy egy egészen nagyon jó minőségű tolatókamera és körpanoráma rendszert kapunk a Fordtól, ami hát ilyen holterek esetén rendkívül előnyös, és amit mutatnék, hogy a hátsó tolatókamera az fönt van a doboz legszélén, tehát 2,5 méter magasról nézünk le, amivel főleg így a segédvonalak használatával bárhova be tudjuk pattintani ezt a dugongot. Váratlan módon ez egy transit beltér. Tök érdekes, hogy itt van ez a nagyon modern, nagyon kis state of the art, meg minden egyéb kijelző, csodálatos felbontással és egyebekkel, és itt van körülötte a már 7-8 éve nézegetett furgon belső, de ez nem baj, mert van egy csomó jópofa praktikus megoldás, például ide lehet tenni a telefont, ki tudunk nyitni egy pohártartót, be tudjuk tenni a fuvarlevelet, annyi fuvarlevelet tehetünk, de ahogy postaszolgáltatást nyithatunk, mindenhova elfér egy másfél literes üveg, egy szemüveg, tok, egy toll, egy bármi. Nagyon szimpatikus például, hogy itt van nem csak 12 volt, de USB-C kapu is, tehát amikor ide tesszük a navigációt, mert mondjuk nem vagyunk elégedettek ezzel, mindent egyszerű, átlátható, kezelhető, nyilván kopogós műanyag, de hát ez egy munkagép, hát milyen legyen. Ezen már a Sync egy sokadik generációs változata fut, ez ugye a Fordnak a jellemző fedélzeti rendszere most itt éppen a Transithoz igazítva. Én inkább az Apple CarPlay-t futtatom rajta, megy a Google Maps, és azzal bárhova könnyedén oda találunk. Ettől függetlenül nekem azért nem hiányozna néhány analóg klímakezelő, mert főleg amikor nagy veretési van, akkor szar lenézegetni és keresgélni. Bár becsületére legyen mondva, azzal, hogy kiemelték a műszerfal síkjából, viszonylag kevéssé kell elfordítani a tekintetüket az útról. Az tök érdekes, hogy tényleg itt van ez a nagyon modern kijelző, itt pedig analóg órákat nézegethetünk. Tehát nincs fordulatszemmérő, csak egy energiakihasználtságjelző, és hogy ez is analóg. Miért? Nem értem. Szerintem simán el tudom képzelni, hogy már olcsóbb lenne oda tenni egy full digitális panelt, de hát ez egy transit, valószínűleg az az olcsóbb, hogy nem teszik oda. Ha valamivel nagyobb saját tömeg és az igényes hátsó futómű miatt nyilván furgonos léptékkel,
de nagyon kellemes vezetni, hiszen tulajdonképpen csak úgy siklik. Nyilván nem egyes osztály, de nem is ráz annyira, mint amennyire ezek a merev hidas dobozos valckok szoktak, mint az előttünk menő Rokon Transit. Látszik, hogy neki csak egy sprőd merev hídzott. Ha jól látom, ez egy ilyen alacsony padlós keresztmotoros változat lesz. Na, de mindegy is. A lényeg, hogy kifejezetten kellemes, és ugye nincsenek rezgések, nincsenek vibrációk, nem kell megvárni, amíg a motor nyomaték csúcsra ér, nem berreg, és ez nagyon-nagyon sokat hozzátesz az ember életminőségéhez, hogy ez csak így csendben elsiklik, miközben hasznos munkát végzünk. Ha az autóiparban azt a feliratot látjuk, hogy pro, az nagy eséllyel arra utal, hogy professional. Viszont most nem, hanem productivity. Ez a Fordnak egy ilyen információs rendszere, ami összeköti az egy flottában dolgozó autókat, és az ebből származó adatokat, azt mind bányásza, dolgozza és használja a hatékonyság érdekében. Tehát követi például az autóknak a mozgását, mennyi áramot használnak, milyen sebességgel haladnak, mennyit kell töltőnálniuk, és ebből próbál olyan utakat, útvonalakat javasolni, amivel javul a vállalkozásunknak a hatékonysága. Például a már emlegetett, a már sokszor emlegetett benyugtatózott motorállapot is ezen a rendszeren keresztül lehet kikapcsolni, de szerencsére most nekünk nem volt bekapcsolva, van egy ilyen rendkívül nyomasztó női hang, amelyik néha figyelmeztet, hogyha túl gyorsan megyünk. Ez ebben az autóban most pont nem ment. Lenyomtuk a kis körünket, valamivel több mint 100 kilométert mentünk, ez alatt az autó nagyjából 28 kWh-t fogyasztott, egész picivel fél fölött áll a töltöttségjelző, valamivel 50% fölött járunk. Amikor emelkedőn mentünk és nyomtam neki, akkor fölment 29-re, amikor gurultunk vissza át 28-ra, tehát kimondhatjuk, hogy nagyjából ezt a 28-as átlagot tudja. Most ez a 180 lóerős 430 Nm igazából városi körülmények között még így benyugtatózva is elég volt, hogyha leveszik róla a limitert, akkor valószínűleg tök jó, de akinek ez kevés, az tud venni egy majdnem 270 lóerős változatot is, annak is a nyomatéka így pontosan 430 Nm. Amiben az e-Transit többet ad, mint a többi elektromos kisáruszállító, az az akkumulátorkapacitás, és itt most egy picit puskáznom kell. Ott van például a Mercedes e-Sprinter, ami 18,4 millió forintba kerül, ennek mindössze 35 kWh-s az akupakja, tehát majdnem csak a fele ennek. Aztán ott van a nagyobb 45 kWh-s e-Sprinter, az 20,9 millió forint, aztán ott van a Renault Master E-Tech, ami E-Tech, csak hát mennyivel jobban hangzik, hogy E-Tech, az 19,4 millió forint, de csak vernyat 33 kWh-t adnak nekünk, az E-Ducato 21,8 millióról 47 kWh-s, de az E-Ducatót már meg tudjuk venni 79 kWh-val is, bár azért már majdnem 28 millió forintot kell fizetni, 27,6-ot. És itt jön be az e-Transit legnagyobb ütőkártyája, hogy ez az autó 21,5 millió forinttól elérhető, ez a konkrét változat, ez 22,2, viszont már ehhez is ez a viszonylag nagy 68 kWh-s akkumulátorcsomag tartozik. Úgyis mindenkit az érdekel, hogy mennyire tud tölteni. Itt van ez az 50 kW-os mobility oszlop, amin jól látszik, hogy 29 perc alatt 79%-ra töltöttük, kerek 50%-ról, azaz belecsorgott 29 perc alatt 20,3 kW. DC töltőn meg tudjuk tolni akár 115 kW-tal is. Karotta azt mondta, hogy amikor nála volt a hétvégi költözködés és mizéria miatt, akkor sikerült olyan 15%-ról 80%-ra 40 perc körül föllőnie, ami egy elég jó érték. Ebédszünetnek ugyan talán kicsit hosszú, viszont hogyha az ember ügyesen tervezi meg a kiszállítást, akkor teljesen élhető, már abban az esetben, hogyha vannak elérhető töltőoszlopok. Viszont elnézést, csörög a telefonom. Igen, picit késni fogok. De meg kellett állnunk tankolni. Igen, csak pár perc. Igen, állítsd le.